Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, hiszem, hogy az Úr velünk lesz. Folytatjuk a megkezdett témánkat, a kezdők alkalmát. Ez alkalommal is nagyon fontos kérdésekről beszélgetünk, fogadjátok Isten igéjét. Akkor Ágit kérem, hogy folytassa ezt a témát, a kezdők alkalmát. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, mindenkit, aki velünk együtt van most Isten színe előtt, és tanulmányozzuk együtt a Bibliát. Nagy öröm az, hogy az Úr elhívott minket, és tanít minket, hogy megtanuljuk az ő útját, és mélyebben tudjunk vele közösségbe lenni, Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére. A mai alkalommal Jézus Krisztusról fogunk beszélni, az Atya egyszülött fiáról. Fogunk gondolkodni a Biblia tanítása szerint. Igen, van itt egy nagy kérdés, hogy miért volt szükség arra, hogy Isten emberi testbe megjelenjen, emberi testet öltsön magára. Igen, erről azonnal fogok beszélni, de még amit nagyon szeretnék a bevezetésben megemlíteni, azután fogok a kérdésre tudni válaszolni, mégpedig az, hogy sok tudatlanság van a megváltó isteni személlyel kapcsolatban, Jézus Krisztussal kapcsolatban. Sok hamis és nagyon sok téves elképzelés él sokaknak a fejébe. Például van, akinek kis Jézuskája van, és mint a babát úgy dajkálgatja, lelki értelemben is ebben él, de van, akinek ünnepi Jézuskája van, hogy ez alatt mit is értenek, hát karácsonykor ugye a nagy karácsonyfa és a mindenféle külsőségek, ajándékozás, aztán húsvétkor a tojásos ünnep, és esetleg nagypénteken feketébe öltözve jönnek. Vajon nekünk ki Jézus Krisztus? És ez egy nagyon jó kérdés volt, amit itt a lelkipásztorunk nagyon hangsúlyosan feltett. Jézus Krisztust a mennyei Atya azért küldte, hogy az embert megváltsa a kárhozatból, a halálból és a bűneiből. Jézus azért jött erre a világra, hogy üdvösséget, megváltsa ezt a világot, és az embert, de a teremtett világ is sóvárogva várja az Úr csodálatos, hatalmas, megváltó munkáját. Ő a Golgotai kereszten kínhalált, kereszthalált szenvedett, magára vette a bűneinket. A Bibliában ezt olvassuk, hogy bűné lett érettünk, hogy mi részesülhessünk a mennyei Atya bocsánatába, és hogy helyünk lehessen az Isten országába. Próbáljuk meg úgy néhány dologban a Bibliához ragaszkodva engedni azt, hogy a Biblia, az ige szavai bennünk is munkálkodjanak, és megismerhessük a megváltó Jézus Krisztust. A fiú az Atyától és a Szentlélektől született. Kicsoda Jézus Krisztus, kérdeztük, az előbb is feltettük a kérdést. Isten fia, vagy ember fia? Hiszen ember szülte erre a világra, ugye Mária volt az a megszentelt edénye az Úrnak, aki a Szentlélek beárnyékolt, és így született Jézus, nem férfiú indulatából, nem emberi módon, hanem Isten elküldte ilyen módon a világra, de ember fia volt, test és hús vér ember, aki gondolkodott, érzett, és aki cselekedett,
és minden emberi tulajdonsággal rendelkezett. Kettős természete volt, Isten fia és ember fia, Jézus Krisztus. Mi is történt akkor, amikor az Úr Jézus testet öltött? Ugye ezt olvassuk az igében, ami azért nagyon meglepett és nagyon nagy szeretetre és alázatról tanúskodik. Az emberi Jézus kisebbé tétetett az angyaloknál. Szolgai formát vett fel Jézus Krisztus, és egész élete az Atya szolgálatába és az emberek megmentésére irányult, és az üdvözítő Jézus Krisztus azt tette, hogy meghalt a kereszten értünk, áldozat volt, Isten báránya, aki magára vette a bűneinket. De ez egy nagyon csodálatos, és itt szeretném megjegyezni azt, hogy amikor Jézus feltámadt, és befejezte ugye halálával a földi küldetést, és az Atya feltámasztotta, a halál nem tarthatta fogva, akkor az angyalok szolgáltak a feltámadott Jézusnak, és az Isten jobbjára ment fel, és a mennybe menetel során néhány sort olvashatunk róla, és a Péter apostol első levele harmadik részébe, Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Vagyis az, hogy ő kisebbé tétetett az angyaloknál, a testi, földi küldetésre szólt, a testet öltéskor, mégpedig az emberi természet magára vételekor. Jézus, aki egy kisebb időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Jézus ezt önként vállalta, és megüresítette magát, és nem élt avval vissza, hogy ő Istennel egyenlő. A szolgai forma azt jelentette, hogy mindenben hasonlóvá lett az emberhez, magatartásában is, és engedelmeskedett mind halálig az Atyának és az Atya akarata szerint, mégpedig a keresztfának haláláig, ahogy a Filippi beliekhez írt levél második részében olvassuk. Jézus úgy vált emberré, hogy az isteni léte is megmaradt, és ő Isten fia volt. Ezért beszélünk erről a kettős természetről, isteni természet, és ez Jézusban ott volt, hatalmas természet feletti erők nyilvánultak meg, hiszen amikor a Lázár sírjához oda ment, és azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, akkor Lázár föltámadt, és kijött a sírból. Vagy ha a vakon született meggyógyítására gondolunk, ami soha ilyen nem történt, hogy valakinek nem volt szemevilága, és úgy született, és Jézus pedig meggyógyította. Ha a leprásokra gondolunk, akiket megtisztított, és azokra a csodálatos dolgokra, amiket Jézus földi élete során tett az emberekkel, akkor láthatjuk azt, hogy az Úr természet feletti erőkkel rendelkezett, ő teljes volt szent lélekkel, és az Úr maga volt. És az emberi természeten, ahogy gondolkoztam, hogy milyen példát is tudni kell elétek hozni, az egyik, hogy Jézus sírt a Lázár sírjánál.
Mert hogy együtt érzett, ugyanazok az érzések voltak benne, ami a gyászolókban. Vagy ha a kereszt halálára gondolunk, amikor azt mondta, hogy szomjazom. Az Úrnak emberi természete is volt, és mindent átélt a szenvedése során is, amit egy szenvedő ember átél, sokkal többet, hiszen az összes bűnét, e világnak a nyomorúságait magára vette, és Jézus az Atyával egyenlő volt. Volt célja Jézus küldetésének és testetöltésének, ahogy már előről beszéltünk, ez pedig a megváltás volt. És az, hogy a gonoszt legyőzze, és Jézus a kereszten legyőzte a halált, legyőzte a gonoszt, ezért nem tarthatta őt fogva a halál. A Golgotai kereszten történt szenvedésével, kínhalálával legyőzte a sátánt, legyőzte, többet nem uralkodhat a gonosz, hanem mindnyájan, akik Jézusnak átadjuk az életünket, és elfogadtuk az ő kegyelmét, azok fölött az Úr Jézus Krisztus uralkodik. Isten báránya tökéletes áldozat volt Jézus Krisztus, az elkárhozott emberért, ezért a világért, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Ézsaiás proféta 53. részében olvassuk, de Péter apostol első levele második részében is ezeket a szavakat. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Péter apostol első levele második részéből idéztem, vagyis, hogy testében a szenvedéssel fölvitte a keresztfára a mi bűneinket, és a bocsánatot ezért nyerhetjük, mert ő volt az, az áldozat, aki érettünk kifizette az árat, aki megváltott minket. És az ő sebeiben a gyógyulásunk van, testi, lelki, szellemi gyógyulásunk, és bátran mehetünk az Úrhoz, imádkozhatunk, kérhetjük az Urat, hogy az ő sebeiben teljes gyógyulást nyerjünk. Én magam is nagyon sokszor átéltem Isten kegyelmét, szeretetét, irgalmát, a Krisztus sebeiben való gyógyulást. Sohasem az Úr azért tesz valamit, mert kiérdemeljük, megérdemeljük. Mi kegyelemre szorult bűnösök vagyunk, de a mennyei Atya mindig az ő fiát, Jézus Krisztust látja, aki meghalt a bűnösökért. És ugye itt mondja Péter apostol, hogy megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Az Úr az én pásztorom, az Úr a gyülekezet pásztora, az eklézsia feje, az Úr az ő népének a főpapja, hiszen ez az áldozat egyszer és mindenkori és örökké való áldozat volt. A mennyei Atya lehetővé tette minden ember számára, hogy az igaz, élő Istent megismerje az ő fiában, Jézus Krisztusban, hogy aztán teljes szívvel, teljes bizalommal rábízhassuk magunkat, hogy mint életünkben, mint halálunkban az ő tulajdona lehessünk.
Nagyon csodálatos dolog, hogy mindenki megismerheti az Úr Jézus Krisztusban a mennyei atyát, az örökkévaló teremtető Istent, aki halhatatlan, aki volt, aki van és aki eljövendő, aki mindenek fölött van, megismerhető az ő fiában, Jézus Krisztusban. Én Jézusban mindent megkaphatok, ami szükséges ahhoz, hogy én a mennyei atya gyermeke és az ő országának a polgára lehessek. Jézus nélkül nincs út, Jézus nélkül nincs lehetőség arra, hogy az atyát megismerjük. Nagyon sokan tévelyegnek, mindenféle módszert gondolnak, ahogyan az élő Istent megismerhetik. Jézus azt mondta, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, és senki sem mehet az atyához, csak Jézus Krisztuson keresztül. Adatott az ember számára, minden bűnös ember számára ez az út, az pedig maga Jézus Krisztus. Jézus azt is mondja, hogy én vagyok az ajtó, ami azt jelenti, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, de akik megtalálják, azok átmehetnek rajta. Olvassuk a szabad fordításban, illetve azt, hogy kevesen vannak, akik megtalálják. Testvérem, te ismered-e Jézus Krisztust, hogy ő az ajtó? Ez az ajtó ott van a Golgotai keresztnél. Az ő halálával vált lehetővé az, hogy én bemehessek a szoros kapun, és járhassak a keskeny úton, Isten országa bennem és közöttünk lehessen. Megismeri Istent, az nem csupán egy értelmi dolog és tevékenység, hanem megismerni Istent a számomra azt jelenti, hogy közösségem van vele. A Biblia szerint is ezt olvashatjuk, hogy lehetünk vele bensőséges, meghitt és folyamatos közösségbe. Ez pedig a bizalmon alapuló életközösség a hit által lehet, mégpedig a Jézus Krisztusban való hit által elérhető a Krisztussal való közösség. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr az én megváltóm. Az Úr az én Istenem. Jézus Krisztus az én gyógyító Istenem is. Nagyon sokféle baja lehet az embernek, lelki betegségek, szomorúságok. Volt az életemnek egy nagyon nehéz időszaka, amikor úgy éreztem, hogy nem fogok tudni fölállni. A szomorúság, a belső keserűség olyan nagy erőt vett rajtam. Képtelen voltam fölemelni a tekintetemet. És egy napon ezt olvastam az ígébe, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És attól kezdve minden nap elmondtam ezt az ígét, és egyszer csak azt vettem észre, hogy békességem van, hogy az Úr elvégezte bennem a megbocsájtást, hogy örömöm van, hogy az ő kegyelme mindenre elégséges. Nagyon sok megkeseredett lelkű ember van a napjainkban. Tehát az Úr az én gyógyítom, nem csak a lelki bajok, de a fizikai betegségeinket is vihetjük elé, és átéljük, hogy ahogyan Jézus meggyógyította a betegeket, ő a mi gyógyítónk. Nagyon csodálatos az, hogy a szellemi bajokból is az Úr meg tud gyógyítani,
alázatos szívvel, hálaadással tárjuk fel a kéréseinket minden alkalommal az Úr előtt. A mennyei Atya Krisztus érdeméért cselekszik. Az Úr az én pásztorom, az életünket a jó pásztor pásztorlása alá kell helyezni, és nem minden után kell menni. Jézus lábnyomaiba kell járni, és az Úr, mint jó pásztor, egy életen keresztül olyan úton vezet, ami a számunkra a legjobb, a legáldásosabb. Ismered-e az Úr Jézust úgy, mint megváltó? Ismered-e Jézust úgy, mint gyógyító? Ismered-e az Úr Jézust úgy, mint a jó pásztor, aki életét adta a juhaiért? Milyen kegyelem, hogy az ő nyájához tartozom. Milyen kegyelem, hogy ő pásztorolhatja az életemet. Az ember sokszor menne tévutakra, de Jézus az ő kegyelmével, veszőjével, mindig a pásztorbottyával helyreigazít, hogy a nyájba maradhassunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, csodálatos dolog, hogy az Atya elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, ami megváltásunkért. Csodálatos dolog az, hogy Jézus pedig megdicsőülve mennybe ment a feltámadása után, de előtte azt mondta, hogy elküldöm az én vigasztaló szent lelkem, amely nálatok lakozik és bennetek marad. A legközelebbi alkalommal a Szent Lelk Úristenről fogunk beszélgetni a Biblia alapján. Várunk benneteket, ezeket az alkalmakat is használjátok fel lelki épüléstekre. Az Úr legyen veletek, áldjon meg az Úr mindenkit.